Budapesti Műszaki Egyetem az egyik utolsó állami fenntartású egyetem Magyarországon. Az elmúlt évben a felsőoktatás nagy részét, közösszes vidéki egyetemet alapítványoknak adta át a kormány, amelyek élére főleg a Fideszhez közel álló közszereplőket ültettek. Tavaly kiszivárgott, hogy a kormányban és az egyetemen belül is felmerült a BME modellváltása. Akkor az átlátszó forrásai azt mondták, Palkovics László innovációs miniszter úgy döntött, hogy a választások előtt még nem érdemes belevágni az átalakításba, utólag viszont vissza lehet már rátérni. Most úgy tűnik, hogy tényleg visszatértek rá, májusban ugyanis a BME szenátusa döntés hozott egy esetleges modellváltás előkészítésére. Többen az egyetemen belül úgy tartják, hogy a fideszes győzelemmel eldőlt a BME sorsa, viszont ez egyáltalán nem vehető biztosra. Cigány Tibor rektor információink szerint például ellenzi a modellváltást, ami azért is fontos, mivel ő volt az, akit a szenátus megbízott a kormánnyal való tárgyalással. Az alapítványosodás legnagyobb szószólója Kotán Attila kancellár, vele szemben viszont az új innovációs miniszter, Csák János azt nyilatkozta, hogy az egyetemeknek kell dönteni a modellről, és nem biztos, hogy ebben a ciklusban bele fognak vágni a BME modellváltásába. Most az egyetemen belül folyik a vita a működési modellről. Sokan attól tartanak, hogy az állami forrásoktól elesketnek, hogyha nem alapítványosodnak. Tehát úgy érzik, választaniuk kell az egyetemi autonómia és a források között. A BME jövőjéről többször is írtunk az átlátszón, további hírekért kattintsanak a videó alatti linkre.